Sziasztok! Én Letta vagyok. Üdvözöllek titeket a csatornámon. Ez az első videó, amit feltöltök a YouTube-ra, amiben a Physicians Formula Better kollekciójának termékeit fogom letesztelni. Ez egy ilyen első benyomásos videó, és ezt a sminket fogom elkészíteni, amit most rajtam láthattok. Ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Általában mindig valamilyen erős szemsminket készítek magamnak, és ahhoz, hogy elkerüljem az alapozóra való rápergését a szemhéjpúdernek, mindig először a szemsmink elkészítésével kezdem, ahogy most is fogom tenni. Ehhez vasítéppel kiragasztottam az ívet. Ez egy cicás mink lesz, amihez a hajpántom is passzol. És használtam a Morphe átlátszó szemhéjpúder bázisát. És akkor kezdjük a szemsminket. Van nekünk a palettánk, ez a Tropical Days. Első lépésként a Sigma E35-ös ecsetével fogom ezt a világos, barnás színt felvinni a szemöldököm alá. Ez az árnyalat tökéletes a többi szín átdolgozásához. Ugyanezzel az ecsettel ezt a világos rózsaszínt fogom fölvinni majdnem ugyanoda, csak egy picit lejjebb. És egyből össze is dolgozom ezzel a áttetsző barna színnel. Ezt se fogjátok nagyon látni a szememben, de a következő árnyalatot már annál inkább, és ezt már egy másik ecsettel fogom felvinni, méghozzá kedvencemmel az E25-ös Sigma ecsettel, ami egy ilyen lapos satír ecset. És akkor ebbe a lila színbe fogunk belemenni. Kezdem kialakítani ezt a cicás vonalat, és hogyha ezzel megvolnánk, maradunk ennél az ecsettel, és belemegyünk a sötét lilába. Egy ilyen krémesebb, metálosabb szín, ez már kevésbé porzik, jó erős színe van neki. Ezt fogom de a mozgó szemhéjamra felütögetni. Valam őszintén lehet jobban járnék, hogyha a kezemet használnám, úgyhogy belemegyek az ujjammal. Ilyen szép metál lila színe van. Van ecsettel eldolgozni. Azoknak, akik szeretnek ilyen természetesebb sminket hordani, azoknak ez a paletta, mert amúgy ebben átlagban natúr színek vannak. Viszont én szeretem a erős színeket is hordani hétköznap, és úgy gondoltam, hogy ez a lila elég erős lesz hozzá, de nem tartom elég erősnek. Ahhoz képest, ami a, itt bent a pembe van, itt a szememen, hát halvány jobb lett jóval. De megpróbálom eldolgozni ecsettel. Megpróbáltam legtöbbet kihozni a palettából. Nagyjából elégedett vagyok az eredménnyel. Most le fogjuk szedni a tapaszokat. Ha sikerül leszednem. Legalább éles vonalat kaptunk a szemsminknél. Nos. Ugye, hát bőven lehullott a szemem alá. Ugye ezt most micellás vízzel és rivattakoronggal fogom letörölni. És most, hogy ezzel megvagyunk, áttérhetünk az arcra. Ilyen az alapozó, amit a legvilágosabb, mindjárt mondom, fér árnyalatba rendeltem meg. Ebből kinyomunk egy pumpányit a kezemre. És egy két pumpányit. Jó. A Sigma F80-as kabuki ecsetével fogom felvinni az arcomra. Kicsit folyékony. Remélem, hogy elég világos lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy
A szint azt szerintem nagyjából eltaláltam, bár egy fokkal lehetne világosabb. Sajnos bárhova megyek, drogériába, vagy éppen Magyarországon online, elég nehéz megfelelő színű alapozót találni az én fehér bőrömhez. Úgyhogy ez is egy fokkal szerintem sötétebb, mint a nyakam, de megpróbálom jobban levinni, hogy ne látszódjon annyira az eltérés. Egészen meg vagyok elégedve az eredménnyel. El kell, hogy mondjam, hogy az van ráírva, hogy alapozó és concealer egyben, ami azt jelenti, hogy most korrektorként is, ami a kezemen maradt, fogjuk használni. Méghozzá a P82-es Sigma ecsettel. Kicsit fölveszek belőle, és szemem alá fogom használni. Azt kell, hogy mondjam, nem tudom, hogy látszik-e a kamerán, de egészen jól eltüntette a szemem alatti karikát. Én meg vagyok vele elégedve. Egyetlen dolgot mondanék el zsíros arcbőrűeknek, hogy ez egy elvileg minden bőrtípusra használható alapozó. Most az én zsíros arcbőrömön elég durván fénylik, hogy mindenképpen le fogom fixálni púderrel, amihez a mostani nagy kedvenc púderemet fogom használni, a Rivella Mito, ezt a Marshmallow HD púder, és púderecset, ez F30 Sigma, legjobb púderecset van valaha. De most akkor lássuk is a további termékeket. A leghíresebb Physicians Formula termék valaha a Butter Bronzer. Méghozzá a bronzer árnyalatban. Ez volt a legelső Butter Bronzer a piacon. Nekem itthon megvan a Light Bronzer. Most megmutatom nektek, hogy a kettő között mi a különbség. Ezt már használtam többször is. Ez még zsírúj. A Labrance-es Physicians Formulás csomagban volt benne. A pirosítóval, a highlighterrel és a butter rúzzsal egyidejűleg. Az alapozót és a személypúder palettát azt külön vásároltam meg az oldalon. És akkor most megmutatom nektek a különbséget a light és a bronz árnyalat között. Hát azért is örültem, hogy benne van a szedbe a bronz árnyalat, mert a lightot már többször használtam, nem elég intenzív a színe az arcomon, és hiába rakom fel a lightot, nem érzem úgy, hogy bármit is változtatna, bármit is bronzosítana az arcomon. Szóval Butter Bronzer bronzárnyalat és Sigma F40-es ecset. Fölviszem a bronzosítót. Nos. Ez már inkább az én színem, határozottan bronzosabb, napcsókoltább hatást értem el. Én meg vagyok vele elégedve. Szép színe van nagyon. Úgyhogy azt mondanám, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon fehér bőrötök van, a bronz árnyalatot javaslom belőle, mert a light az nem igazán fog látszódni. És akkor most jöhet a pirosító. Ennek az árnyalata a Plum Rose, ilyen szilvásabb, természetesebb színű. Ezt az F10-es Sigma ecsetemmel viszem föl, és megnézzük, hogy hogy fog szuperelni. Igen. Ti láttok valamit? Mert én nem. Ez annyira természetes színű akar lenni, hogy egyszerűen nem látom a színt az arcomon. Ilyen nagyon minimális. Tényleg csak nagyon minimális. Kamerában szerintem nem jön át egyáltalán. Ennek a színe nem kifejezetten tetszik, úgyhogy ez eddig egy nem, de hogyha későbbiekben tesztelgetem, és akkor meglátjuk, hogy
legjobban, ami felkeltette az érdeklődésemet ebből a szedből, az a highlighter. Tudni lehet rólam, hogy én hatalmas highlighter fanatikus vagyok, van a sminkszekrényemben külön fiók highlighterekkel, és leginkább az ilyen ezüstösebb színű highlightereket kedvelem, és ebből is a Pearl árnyalatot rendeltem meg, ami ilyen, hát, világosabb bőrűeknek inkább passzol. Magyarországon még lehet kapni egy ilyen barnás, bronzosabb, aranyosabb, hát a képek nem adják teljesen vissza, hogy milyen highlighter, illetve még úgy láttam, hogy külföldön van egy rózsaszínesebb is, de azt itt Magyarországon szerintem nem lehet beszerezni. Én legalábbis úgy láttam. Minden esetre ennek is hasonló illata van, és highlighterecset F35 Sigma, ezzel fogjuk felvinni. Ehhez nagy reményeket fűzök, mert olyan gyönyörűnek tűnt a fényképeken, amit nézegettem. Szép. Tetszik. Szép. Nos, ez határozottan olyan highlighter, amit még az űrből is lehet látni. Szemöldök csontra is viszek föl belőle. Bőséggel. Szuper. Másik oldal. Highlighterre azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szuper, nagyon tetszik, ezt tényleg ajánlom. Most befejezzük a szemsminket, alulra felviszik ugyancsak azt a sötét lila árnyalatot, de ehhez egy kisebb ecsetet fogunk használni, méghozzá egy ilyen felbefejű lapos ecsetet, személy szerint a Sigma E35-ösét. És akkor ebbe a sötét lilába fogom belerakni, és alulra felviszem a színt. Ügyelve arra, hogy már a végeredményt ne roncsam el. Akkor veszünk egy pici fejű satírecsetet, ez az E42 a Sigmától. Használjuk ezt a remélhetőleg highlightos színt. A belső szemszúp. Valójában majd, hogy nem csak egyszerű fehér, és nem érzem úgy, hogy nagyon is kivilágosítaná itt a belső szemzugomat. Minden esetre el fogok menni rajta a highlighterrel, hogy jobb legyen. És akkor a highlighterbe fogok belemenni ugyanezzel az esettel, és hát a belső szemzugot ténylegesen kivilágosítom. A szemhéjpúderezés az ennyi lesz, úgyhogy ezt a palettát már nem fogom használni. Viszont, mivel ez nekem még nem elég kész, ezért fogok felrakni szemhéjpúst. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szemhéjpús az majdhogy nem minden szemsminket feljavít szerintem. Lovely Pump Up fekete szemhéjpús, aminek ilyen, hát ilyen filces vége van, ezt nagyon szeretem egyébként. Egy kevésbé visszafogott, erős szemhéjpúst fogok kreálni. Nagyjából egyforma. Pontosan egyformára soha az életben nem tudtam még megcsinálni, és szerintem nem is fogom, tekintettel arra, hogy ha megnézitek, a két szemem teljesen különböző, és a szemöldököm is, úgyhogy a másik nagy probléma az a szemöldök elkészítése nálam. Jöhet a szempillaspirál, amihez a tus testvérét, a kedvenc szempillaspirálmat fogom most használni, a Lovely Pump Up fekete szempillaspirált. Ennek imádom a
keféjét, imádom, ahogy kinéz, ez a tökéletes szempillas pirás szerintem. Most jön az alsó pillasor. Na, várjunk. Miatt felraknám az alsó pillasorra is a spirált, azelőtt használni fogok egy fekete szemszögzel. Még jobban nézzen ki a sminken. NYX fekete szemszerúza, ez a, hát nem a hegyezős, hanem ez a kitekerős fajta. Ez megvolna, jöhet az alsó szempillag. És utolsó lépésként következzen a rúzs. Ez a Movinto Brazil árnyalat, ami egy ilyen kis kellemes, hát hogy mutassam, kikerem a kezemre, hogy lássátok. Nem is olyan pigmentált rúzs, inkább kicsit ilyen szájfényre hajazó, vizes hatású. Az árnyalata az szerintem a tökéletes nude hétköznapi árnyalat számomra. Azt vettem észre, hogy ha kitekersz belőle, akkor nem fogsz tudni többet visszatekerni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, hogy még véletlenül se tekerjek ki többet annál, mint amennyire szükség van. Problémám a rúzzsal. Egy, ugye nem lehet visszatekerni, amit kitekertél, ez engem nagyon bosszan. Kettő, ilyen nagyon ragacsos, szájfényes hatása van, amiben nekem speciál a hajam mindig bele szokott ragadni, úgyhogy én ezeket annyira nem kedvelem. Most megpróbálom azt, hogy egy kicsit leszedek belőle, hogy ne legyen ilyen sok, mint egy ajakbalzsam, csak színes. Ami azért gond, mert csúszik-mászik, kijön a vonalból, és még ez egy ilyen nudabb árnyalat, addig ebből vannak sokkal élénkebb színek is, és nem tudom, hogy azt valaki hogy tudja úgy felvinni, hogy ne másszon el, és ne csúszson el, és ne ragadjon bele a hajába, úgyhogy nekem a rúzs az nem. No, de hogy ezzel megvagyunk, gyakorlatilag már csak egyetlen dolog, méghozzá a szemöldököm, amivel valamit kezdenem kell. Ugye a termékeken azokon már végigmentünk, Revolution Pro szemöldök pomádiával gyorsan átmegyek a szemöldökön, hogy kissé kultúráltabban nézzek ki. Nagyjából egyforma. Jöhet is a fixálóspé, Urban Decay All Nighter fixálója. És kész is lennék a sminke, a tükröt arrébb tovább. A cicafüleimet leveszem. És ilyen lett a mai sminkem a Physician Formula Butter kollekciós termékeivel. Összességében ez volt a mai videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A továbbiakban tervezek még hasonló első benyomásos, illetve sminkes tartalmakat gyártani a csatornára, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!